Jó estét kívánok, köszöntöm a Csaba Televízió nézőit, Önök Háttér című magazin műsorunkat látják. Rendszeres nézőink már megszokhatták, hogy folyamatosan igyekszünk Önöknek friss információkat adni a Békés Csabán zajló belváros rehabilitációról. Nem lesz ez másként mai adásunkban sem, és mai vendégünk, aki segít nekünk ebben, az Vantora Gyula, Békés Csaba megyei jogváros polgármestere. Köszöntöm a stúdióban, polgármester úr. Jó estét kívánok Önnek és a nézőknek is. Beszélgettünk már sok vendéggel, ugye, hogy hogy is zajlik itt a beruházás sok mindenről, de most konkrétan ugye a város első emberétől hallhatjuk azt, hogy hogyan is fog kinézni majd ugye Békés Csaba itt a nagy munkálatok befejeztével. Talán kezdjük azzal, ami talán a legfontosabb, hogy miért is gondolták úgy, hogy szükség van arra, hogy Békés Csaba gyakorlatilag fogalmazhatunk úgy, hogy egy más arculatot mutasson, egy más képet mutasson, hiszen ugye a városháza előtti területről van szó, konkrétan egy főtérről, tehát miért érezték úgy, hogy szükség van változásra Békés Csabán belváros szinten? Amikor az egész gondolkodás elindult a belváros rehabilitáció kapcsán, ugye ez egy unió által támogatott 60%-nyi támogatást kap a város ennek. Átlagos, mert bizonyos dolgokat jobban, más dolgokat kevésbé, majd itt fogunk képeket látni, és akkor kiderül, hogy sok minden fér be a rehabilitációba. Tehát amikor a rehabilitáció kapcsán összedugtuk a fejünket, a városvezetők, illetve szakemberek hogyan tovább, akkor hosszas tanulmányok és vaskos tanulmányok születtek arról, hogy hogyan tovább Békés Csaba a 21. században és tovább. Ugye a Békés Csaba főtere mindig is a közlekedésé volt, a piac volt egy időben a Békés Csabai főtéren, aztán ugye a szíve a városnak ez a térlet, ahogy alakult a város, és mindig a forgalom, a mozgás, a járművek mozgása, ahogy fejlődött a jármű, ugye akkor megjelentek a buszok, tehát mindig a forgalom jellemezte a főtér mozgását, és egyre inkább a forgalom vette át a szerepet, ami egyrésztből jó, másrésztből pedig nem igazán jó, hiszen a főtér nem egy parkoló, és talán most jutottunk el a gondolatig, hogy miért is kellett ezen változtatni. Gyakorlatilag 86 parkolóhely volt a jelenlegi Szent István téren, és ha kijött a látogató, vagy kijött a turista az intézményből, és körülnézett, akkor azt látta, hogy a főtéren parkolóhelyek tömkelege van, és a parkolás a fő cél a főtéren. Mi úgy gondoljuk, hogy nem. A főtér elvesztette az elmúlt 20 évben a főtér jellegét, a Szent István tér a főtér jellegét, átkerült egy másik csomópontba, amit mi együttműködve a mostani terv szerint is úgy gondolunk, hogy két centrum között lehet majd ismét egy hidat építeni, hogy képletesen fogalmazunk, ahol föllendül a kiskereskedelem, a kereskedés, a sétálás, a szabadidő program. Tehát a két centrum közötti területet ismét élettel szeretnénk megtölteni, és hogy ne rébuszokba beszéljünk, ez az Andrássy út majdnem teljes szakasza. Tehát a gondolat innen indult el, ne parkoló legyen, ne azt a célt szolgálja, hogy ide emberek jönnek, leteszik az autót, intézik a dolgaikat, hanem legyen a tér egy mindenki által, közösség által elérhető hely. Ugye a mai fogalmak szerint a tér az nem az építészek által üresen hagyott terület, hanem a közösségnek az a helye, ahol mindenki, és ugye itt a demokrácia is fontos szempont, minden lakos számára elérhető. Tehát nem egy bevásárlóközpont belső tere, ahova vagy beengednek este 10 óra után, vagy nem. Nem a privát szféránk, ahova a szalonnasütő barátainkat beengedjük, de más nem szeretünk ott látni, sőt, el is kergetjük, ha bejön, hanem egy olyan közösségi tér, ahol sport, kultúra, gazdaság, kiállítás, esemény, aszfaltrajzverseny, és még sok-sok minden megfér egymás mellett, szabadon használható, szabad időt töltünk el benne, és mindenki úgy használja, ahogy éppen kedve esik, természetesen betartva a közösségi játékszabályokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy ez a tér többet érdemel, és hát nyilván a kapcsolódó beruházásokkal, hiszen ez az Andrássy útnak a Munkácsy utcától a főtérig terjedő szakasza, benne van az Irányi utca és a Luther utca által bezárt négyszög gyakorlatilag. És hát a teret övezik házak, amelynek az állapotáról különösebben nem kell beszélni, hiszen van olyan, amit 20 éve pókháló, bevert ablak, lelakatolt kapu jellemez, ami nem igazán jó dolog. Ezek voltak a legfőbb indokaink.
Polgármester úr említette, ugye, hogy itt térjelleget kap majd, és számos rendezvényt elképzelnek majd a jövőben ezen a területen, és már említette, hogy képeket is fogunk nézegetni, hiszen azt hiszem az lesz majd, ami a leginkább beszédes lesz, de még mielőtt ez megtörténne, és majd átmennénk itt konkrétan, hogy miért is éri meg itt várni, és elviselni ezt a kis rendetlenséget, ami most itt a belvárosban található, mert majd ígérhetem a nézőknek, hogy megéri, ha meglátják a képeket, talán egy kicsit megnyugszik mindenki, aki most így a közlekedés kapcsán egy kicsit nehezen hát éli meg a mindennapokat, de még mielőtt erről beszélnénk, említett a polgármesterről a parkolókat, hogy most jelenleg ugye a főtér parkoló, de onnantól, hogy ez le lesz zárva, parkolni sem lehet, ugye ehhez készült el a belvárosi parkolóház, és talán itt kanyarodnék rá egy kicsit a határidőkre, és mielőtt elkezdődhetnek a munkálatok. Hogy állunk most a határidőkkel, tehát mikor zárhatják le a főteret? Ugye a buszközlekedés ehhez csatlakozik, azt már a nézőink, akik rendszeresen járnak busszal, már tapasztalhatták, hogy megváltoztak az útvonalak, mit tudunk itt most a határidőkről. Igen, talán visszakanyarodva a parkolás elvére, ugye ahogy említettem, 86 parkoló volt a főtéren, ezek teljes mértékben megszűnnek, 204 férőhelyes az új parkolóházunk, és olyan új helyek fognak majd a parkolás számára megnyílni, mint például a Juss Gyula utca egyik oldala. Már tapasztalható, hiszen készen lett a Árpád sor, Derkovics sor, József Attila utca felújítása. A József Attila utca szintén egyik oldalán viszonylag közel a belvároshoz parkolóhelyek létesülnek, és a tér, a felújított Szabadság, Szent István tér két végén is 10-15 parkoló mindkét végén, tehát a Kossuth tér felől és a Szent István tér, vagy a Szabadság tér felől végén is új parkolók létesülnek, tehát a parkolási mérleg, ez egy hivatalos megnevezés, pozitív, méghozzá lényegesen pozitív, tehát lesz alkalmuk azoknak is, akik a felszínen, lesz azoknak is, akik a parkolóházban fognak parkolni, módjuk választani a cél illetően. A parkolóház azért lényeges eleme az egész belváros felújításnak, hiszen része is, mert a használatba vételi engedélye, azaz, hogy használhassuk mi gépjárművezetők, a döntő, hiszen ahogy kinyílik a parkolóház, amikor a jogi kapuk kinyílnak, és magyarul behajthatunk a parkolóházba, akkor lehet a teret lezárni. Itt némi csúszás, 2-3 hetes csúszás tapasztalható, mert a hatóságok közismerten gyors tevékenysége folytán némi csúszás van, és még fellebezési határidőket is meg kell várnunk. Ez várhatóan október 2. hétfőjén fog bekövetkezni, amikor a teret is le fogjuk zárni, és a parkolóház kinyílik. Ezzel egy időben kész lett, ugye, ahogy már említettük, a Derkovics sor, József Attila utca, Árpád sor, illetve kész lesz az Irányi utca is, tehát helyreáll az a rend. A Luther utca végén még a csomópont készül, de az közúti beruházás, tehát tőlünk az egy kicsit független, de megpróbáljuk úgy minél jobban helyreállítani, hogy a forgalmat legkevésbé zavarják. Tehát kész vannak a határoló útjaink, kész vannak az eszközök, amivel a parkolást megoldhatjuk, parkolóház, tehát ahogy nyílik a parkolóház, akkor egy dominó elf szerint ugye nyílik a parkolóház, zárjuk a teret és kezdődik az építkezés, de ezt a dátumot meg kell várnunk. Ez várható még egyszer a jövő hét hétfőjén valószínűleg a mai tudásunk szerint a tér, a Szent István tér két oldalát a forgalom elől el fogjuk zárni. Elindulnak azok a kiváltási munkák, amik egyrészt az Andrássy úton, másrészt a Kossuth tér felől elindultak, és ott összeérnek a vízkiváltás, gázkiváltás és az egyéb elektromos vezetékek kiváltása. Tehát a tér két szélén már zárva lesz, a téren még lehet közlekedni a két sávon keresztül, és a rákövetkező hét elején fogjuk lezárni a teret fizikailag is. A buszközlekedésben ezt nem lehet ilyen rugalmasan kezelni, így október 1-től beállt az a rend a buszközlekedésben, amikor a téren már nem haladnak át a buszok. Itt szeretném elmondani, hogy többször is hangsúlyoztuk minden fórumon, 20-at meghaladó fórumokon, ezeket elmondtuk, hogy figyeljük a közlekedő hatását, tehát hogy a közlekedők milyen észrevételeket tesznek, milyen javaslataik lesznek, és ezeket folyamatosan, hiszen fél évente buszmenetrend változtatásra van lehetőségünk, és ott beépítjük azokat az észrevételeket, amik jönnek a utazók részéről. És még egy változás, ami egy picit áttételes, ez a Szabadság tér, Dózsa-György út keresztezésében lévő, Bartók Béla út keresztezésében lévő jelzőlámpa rendszer, ott a
Dózsa György út felől érkezők, tehát a lencsési lakótelep felől érkezőknek változik némileg a forgalmi rend, az eddigi két egyenes irány helyett egy egyenes irány lesz, és két balra nagyíves irány lesz, a telezöldes forgalom irányítás marad, tehát figyelmet továbbra is kérjük, ennyi módosulás lesz, ami már felkészülés arra, hogy amikor már nem lehet áthajtani a Szent István téren, akkor a megkerülő két oldal irányba el lehessen hajtani. Hogy tervezik? Említette, hogy következő héttől már két oldalt a Szent István téren lezárás lesz. Az idő alatt, meg egyáltalán, amíg a munkálatokat végeznek, ugye ott számos orvosi rendelő van, ott van a polgármesteri hivatal, tehát ezeket a helyiségeket, ahol ügyet intézni járnak az emberek, gyógyulni járnak az emberek, ezek elérhetőek lesznek, vagy számítani kell esetleg valahol majd lezárásra, bezárásra? Nem, minden olyan hivatal, intézmény, közintézmény, gyógyszertár, amit a téren található, végig az építés ideje alatt megtalálható és megközelíthető. Most ugye a polgármesteri hivatal felújítása folyik, és ugye különböző átjárókon, aluljárók rendszerén, de megközelíthető lesz, és ez így lesz valamennyi esetben. A járdák, tehát amíg lehet, ugye középen dolgoznak, és a járdák a legvégső soron fognak megvalósulnia, tehát ezek a megközelítések, a kétoldali járdák megmaradnak, de mindig is biztosítjuk. Azt nem sem tudjuk garantálni, hogy zavartalanul, de a lehetősége meg lesz. Ahogy most az Andrássy úton ez történt, az Andrássy út végén, ugye, hogy az intézményeket, üzleteket meg lehetett közelíteni, ez így lesz a főtéren is. Még egy nagyon gyors kitekintés, mielőtt a képnézegetésbe belefognánk. A taxiállomásnak ez ugye közgyűlésen téma is volt, hogy mit kezdjenek vele, tehát a taxiállomást hova tudják áthelyezni innen a főtérről, erről mi tudhatunk? Igen, a taxiállomások a jövő hét hétfőjén átkerülnek az új helyükre. Ugye egyeztetve a taxisokkal, a Univerzál Áruház oldalán lesz egy kisebb létszámú, azt hiszem 10 férőhelyes taxiállomás, és két alternatíva volt a második csomagnak, a második taxis társaságnak az elhelyezésére, ez pedig az Andrássy út 20 előtti épület, illetve az Andrássy út 24-28 előtti épület. Itt a kialakítás először a 20 előtt fog megtörténni, és aztán majd, ha a második ütemben hozzá fogunk nyúlni a Mednyánszky utcától kifelő eső részig, a Jókai utcáig terjedő Andrássy úti szakaszról beszélek, felújítására, hiszen annak a felújítási elemei is már készen vannak, itt második ütemű pályáztatásnál tudunk ezzel indulni, akkor kerül majd ott is végleges elhelyezésre a taxi állomás második fele. És akkor most, ahogy ígértünk, induljunk egy kis virtuális sétára, a nézőket is invitálva a polgármester urat, meg majd arra kérném, hogy akkor amit látunk, lehetőség szerint kommentálja nekünk, még egy fél műsoridőnk van arra, hogy mindezt megtegyük. Kérném akkor a kollégákat, hogy nézzük közbe a képeket, és polgármester úr, meg akkor mit is látunk a képen. Igen, akkor egy kicsit lóhalálában, hogy végig tudjunk érni a képek rendszerén, folyna a séta. Ugye most az Andrássy úton állunk, és a főtér, a Szent István tér felé nézünk, bal oldalon látható a Jókai Színház. Itt, amik látszanak, utcabútor elemek, kisebb szökőkutak, ezeknek a részletei már azért kirajzolódnak. Itt annyit érdemes elmondani, hogy a kerékpárút itt is teljesen más színnel el lesz különítve, tehát itt már módunk van arra, hogy ne festéssel, hanem burkolatok színeltérésével, már használhatják is részlegesen most. Tehát itt a kerékpáros forgalom rendezve lesz, illetve a Jókai Színház előtt marad az a játszóhely, ami korábban kör alakban egy amfiteátrum-szerűen volt, most egy picit más elrendezéssel, de megmarad. Tovább sétáltunk, közeledünk a Szent István tér felé. Itt látható, hogy a zöld területeket egy ülő alkalmatosságnak is használható keretelemekkel fogjuk elkülöníteni, és a háttérben látszik szökőkút, itt különböző formájú, elrendezésű, intenzitású, gyerekek számára is élvezetes, egyébként színükben, megjelenésükben is eltérő, de végig a vizet szeretnénk megtartani, és a vízes, illetve a szökőkutak rendszerével is jelképezni azt, hogy egy természetközeli, barátságos főutcát, főteret kívánunk létrehozni. Ha tovább megyünk, akkor ugye most értünk el, a Szabadság tér felől nézünk a Szent István tér felé, bal oldalon van az Andrássy út. Az Andrássy út és a Szent István tér csomópontjában, metszéspontjában van ez a másik szökőkutunk. Ez egy nagyobb szökőkút rendszer lesz. Itt későbbi tervek azok lesznek, hogy ide szobrokat,
nagyobb terjedelmű szobrokkal kívánjuk itt majd a teret megtölteni és megtenni. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fák, ugye vita téma volt. Ez a kép egy picit annyiban javítja a helyzetet, hogy nem minden fa ekkora méretű és így van, de a jelentős része a fáknak megmaradt. Tehát a zöld hatás, ugye itt látszanak a jobb alsó sarokban padok, ülőalkalmatosságok, ez, hogy árnyékos lesz, le lehet ülni, pihenni lehet, ez továbbra is marad, és a zöld felületek aránya is jelentősen megmarad és változatlanul maradó. Ez egyébként jellemző gyakorlatilag az egész beruházásra, hogy az ülő alkalmatosság lett arra odafigyeltek, hogy legyen lehetőség kiülni, beszélgetni. Említette, hogy ott a zöldövezetnek is maga a burkolata, szegélye alkalmas. Rá láttuk itt is, hogy padok vannak, tehát ez azért jellemző, hogy oda ki lehet ülni árnyékos helyre, majd ha a fák is ezt lehetővé teszik. Igen, három témakör talán. Az egyik az, hogy az ülőbútorok egy részében itt a téren és a tér elemeit is használva tudunk olyan intim tereket kialakítani, ahol a barátnővel, baráttal, kedvesen le lehet ülni és intimebb beszélgetést folytatni. A másik az a teret övező vendéglátó létesítményeknek is, itt várunk tőlük javaslatokat, illetve ötleteket, tehát kiülős bútorral javítani a vendéglátás minőségét és a mennyiségi ugye, dolgot is betartva, hiszen itt többen tudnak leülni, mint a benti helyeken, egyfajta új hangulatot varázsolni. És a harmadik eleme az lesz, ami még most valószínűleg ebben a lépcsőben nem valósul meg, de szeretnénk gyermekbútorokat is majd, és gyermekjátszóhelyeket is. Ennek a helyét még keressük, mert az első tervezési fázisban ebben még nem volt módunk. Ez majd egy tovább lépés lesz, ahogy említettem, hogy fogjuk finomítani a tér további dolgait, igény szerint is. Tehát, hogyha játszó eszközöket fogunk tudni elhelyezni, hogy a szülők és a gyermekek egy térben, egy helyen tudjanak mozogni felügyelve őket, akkor ezt tovább fogjuk bővíteni. Igen, láttunk itt az előbb egy ilyen, nem is tudom, minek nevezük madártáblatnak, egy ilyen magaslati képet. Mondjuk ebből, ami először kitűnt, hogy tényleg nagyon sok volt a zöld. Tehát ugye látszik, hogy fa azért valóban van és marad is, és nyilván ezek méretük kisebbek, nagyobbak, de nyilván árnyékot adnak. Ha tovább tudunk menni, akkor nyilván, mert még vannak további képeink is, hogy haladunk itt a sétával. Igen, itt a városháza látszik már. Igen, ez a városházával szembeni kép. Ezek természetesen látványtervek, de így fognak kinézni. Itt ugye látszik ez a raster, ez a csíkozás. Vicceltük is a tervezőkkel, hogy ez egy olyan, mindig ugye a sűrű, södő csíkozás, az azt jelenti a forgalomban részvevők számára, hogy veszélyhelyzet van. Most ez valamiért itt a városháza előtt sűrűsödik össze. Tehát ők inkább azt mondták, hogy ez az a rész, térrész, ahol ugye viszonylag kisebb a zöld felület nagysága, ez azért van, hogy itt lehessen azokat a közösségi eseményeket, nagy gyűléseket, vízvilágnapját, és még nem tudom milyen közösségi rendezvényeket, ahol fontos az, hogy lássuk az előadót, és nem baj az, ha egymást is látjuk, és tudunk kommunikálni. Ez a kép erről szól, ott a felújított városháza homlokzata, és még egy eleme itt bal oldalon látszik, korhű lámpák, vagy a tér jellegének megfelelő lámpák kerülnek beépítésre, harangjátékok, ivókutak, tehát minden olyan apró hangulatjavító, közérzetjavító elemet is megpróbálunk betenni a térre. Hát ne legyen túl zsúfolt, de ezt a jellegét őrizze meg. Ez egy picit visszanézünk a Andrássy út felé, a Szabadságtér felé. Itt is látszik, hogy a fasorok közül egy új fasor lesz, és a tőlünk messzebb eső fasor az meglévő fasorként marad, illetve az épületek előtt lévő fasor is megmarad, tehát a platán sor az változatlanul fog kinézni, és itt picit apró a kép, de látszott a kiülős vendéglátóegység, illetve az ülőpadok. És itt a tér másik vége, ugye két szökőkút zárja a tér két végét, ez a katolikus templom előtti úgynevezett rózsakút, és látszanak az elemek is, majd egy rózsaliget fogja itt körbevenni, és felfuttatott rózsákkal egy picit enyhíteni a sok térkövet, de látszik, hogy egy viszonylag nagyméretű a katolikus templom ablakát jelképező, mint egy lefordítva a tér burkolatára jelképező szökőkút, és ezzel kapcsolatosan találkozó hely. Ugye ez egy intímebb szféra, most megint ugye van a nagy közösségi tér, ahol lehet
véleményt nyilvánítani, jönni, menni, tüntetni, színházi előadást megnézni, adventi vásárt csinálni, egyebek. Ez egy olyan intim tér, ahol ugye a házasságkötések után a házasulandók kijönnek, fényképezkednek, a barátoknak módjuk van gratulálni, beszélgetni, és a másik következő csapat, reméljük, hogy sűrűn fogják váltogatni egymást a házasságkötők, nálunk is a polgármesteri hivatalban egy másik részen tudnak gyülekezni és felkészülni a másikra, névadóra, egyházi eseményekre, és minden olyan dologra, ahol az emberek összejönnek, és a templomi esemény után esetleg elbeszélgetnek, leülnek, vagy akár néhány szót váltva egymással is élik a közösség életét. Azt láttam az egyik képen, ugye nyilván hát gyalogos forgalom az evidens, hogy van, hogy egy kerékpáros is volt ott, hogy a kerékpáros forgalom az itt biztosítva lesz. Ugye tudjuk, hogy nyilván gépjárművel nem, de hogy kerékpárral akkor itt végig lehet hajtani. Igen, most, hogy ilyen sok képet láttunk, és vizuálisan is ugye nagyjából érezhető, látható, hogy mi. Képzeljünk el a Szabadság tér és a Kossuth tér között egy nagy ovális versenypályát, atlétikai pályát, tehát ez lehetne talán hasonlítani. Az épületek előtt halad, és a mindkét végén visszafordulva, természetesen itt tűzoltóautó, mentőautó és egyéb megközelítések miatt szükség van arra, hogy behajthassanak a ott lakók is, természetesen a szállodai lakók is, akik majd igénybe veszik a szállodát, behajthassanak, letesznék a csomagokat, intézik a dolgaikat. Ugye a házasság kötőtermünket használva azért egy-két gépkocsit be kell, hogy engedjünk, hogy a mennyasszony ugye megfelelő módon érkezzen. Tehát ezt is szolgálja a kerékpárosok forgalmát is. Ide behajtani csak egy elektronikus rendszeren keresztül lehet, egy rendszámfelismerő rendszer fogja beengedni ilyen süllyedő kapuk módszerével. Ide be lehet jönni engedéllyel, és akkor természetesen megközelíthető minden cél, de az átmenő forgalom, a buszforgalom és az átmenő járműforgalom ki lesz tiltva. Még egy gyors gondolat, már lassan lejár a műsoridőnk, de ez még nagyon fontos erről beszélni. Egyik képen láttuk csak érintőlegesen magát a városházát, ugye homlokzati szintre gondolok most én. Azt már ott látja, aki arra jár, hogy nyilván ott elkezdték a munkálatokat, és dolgoznak, hogy erről mi tudhatunk közben, erről is tudunk képet mutatni magáról a városházáról, hogy hogy fog ez kinézni, mindjárt láthatják is a nézők, tehát a városháza homlokzatáról mit tudhatunk. Igen, három épület homlokzat felújítása történik, a városházáé, a Szent István tér 8-é és a 10-é, ezek önkormányzati beruházásban, önkormányzati forrásokból, az 10-nél ugye tudjuk, hogy belül is felújításra kerül, és a patika épület, ami magántőke bevonásával fog megújulni, tehát a tér épületének zöme megújul. Látszik a hivatali képeken, ugye, ahogy most látjuk a képernyőn is, hogy egészen más színösszeállítás van, és egészen eltérőek érdekes módon a mostani megszokotthoz képest a színek. De talán ami ennél is fontosabb a színeken túl, hogy a városvezetésnek és a magának a programnak is a célja az volt, hogy a meglévő értékeinket is védjük meg, és a meglévő értékeinkre is fordítsunk gondot, azaz őrizzük meg az utókornak azokat az építészeti értékeket, amik a tér körül megtalálhatók, tehát ne csak mindig az újba, ne csak mindig a korszerűbe gondolkodjunk, hanem fedezzük fel azt is, hogy ezeknek az épületeknek is vannak értéke is. Ha már épületek és már kivitelezés, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy a parkolóház példájából kiindulva 33 alvállalkozó, illetve vállalkozó vett részt a parkolóház építésében, és abból 30 Békés Csavai vagy Békés Megyei kötődésű vállalkozás volt. Tehát az is cél volt, hogy amennyire ugye a közbeszerzési törvények engedélyezik, helyzetbe hozzuk a hazai vállalkozóinkat, és nekik is biztosítsunk munkát, a túlélésüket, az építőipari vállalkozások túlélését is biztosítva. És talán befejezésül engedjen meg, mert onnan indultunk, hogy mi a tér funkciója, és miért kell a tér szerkezetében, kinézetében változtatást eszközölni. Hát azért is, mert úgy gondoljuk, hogy Békés Csaba, mint megyei jogú város, mint a megye székhelye, kell, hogy reprezentálja ezt a szerepét is, hogy a megyeinek egyik kiemelkedő városa, és mi úgy tekintünk a térre, hogy a Békés Csabaiaknak épül, és a Békés Csabaiak esztétikai élményét, emlékeit, idősebb korosztálynak, fiatalabbnak pedig a kötődését erősíti.
de úgy kell tekinteni, hogy a turistákat, az idejövőket, ugye a járási hivatalok és az egyéb hivatali átszervezés kapcsán a megyéből mindenhonnan fognak érkezni polgárok, és ezeknek a polgároknak szeretnénk megmutatni, hogy Békés Csaba szíve, Békés Csaba tere, az egyúttal a megye szíve is, és a megye központja is. Említettem, úgy kezdtük ezt a mostani beszélgetést, hogy aki most végignézi itt a képeket, akkor bizonyára azért egy jó érzéssel tölti el, hogy meg fog szépülni Békés Csaba, hiszen nagyon látványos képeket látunk, és hát reméljük, hogy ez valóban így van, hogyha ezekre a képekre gondolnak, talán egy kicsit könnyebb elviselni most majd azt a rendetlenséget, ami gyakorlatilag a belvárosban tapasztalható lesz, de akkor talán, hogy egy kicsit könnyebb legyen határidőkről, mit tudhatunk, mikor lesz majd az az első időpont tervek szerint, amikor majd ez a kép fogadhatja a városba látogatókat. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Békés Csabaiaknak azt a türelmet és azt a kitartást, amit ugye a járdaépítés, az útépítések, a csatornaépítés, a szennyvízhálózatépítés, ivóvízhálózattal együtt ugye elszenvedtek, és kénytelenek voltak elviselni. Ezt a türelmet innen is szeretném még egyszer megköszönni, és még egy kis kitartást kérek, főleg aki majd a belváros környékén közlekedik, hiszen a káosz csak fokozódik, ahogy szokták mondani. De a határidők úgy lépegetnek előre, hogy az Andrássy útat szeretnénk október végére teljes mértékben elkészíteni. A Irányi utca az most már nagyon kész van, tehát az egy-két napon belül szerintem befejeződik, egy-két aszfaltozási munka folyik jelenleg is. Tehát ezeket visszaadjuk, a Luther utca is ebben a fázisban visszaadásra kerül a forgalom részére. És hát ahogy beszéltünk, a október közepi kezdéssel a végső határidők azok 2013 májusáig tartanak, április végéig, május elejéig. Ha nem lesz olyan egetverő esemény a időjárás vonatkozásában, ami ezt borítja, akkor szeretnénk megvalósítani. Az épületeket valószínűleg a kivitelező ígérete szerint még ebben az évben átadják a jövő évi határidő ellenére, tehát ők ezt előrébb hozták, úgyhogy gyönyörködni már fogunk tudni. Külsőleg megújulnak az épületek, a Szent István tér 10 belső, illetve bizonyos külső munkái még fognak folyni, de remélem, hogy kárpótolja majd valamennyi Békés Csabai polgárt az a látvány, amikor megállunk a Andrássy út, Szent István tér kereszteződésében, és megnézzük azt, hogy mire jutottunk, és hogy köszönet nekik is, azért, hogy elfogadták, azért, hogy végigvárják az építés idejét, és azért is, hogy majd használni fogják azokra a programokra, amikkel megpróbáljuk majd megkínálni a városlakókat. Tehát akkor már nyáron bizonyára lehet hűsölni ott a padokon, a fák árnyékában, ott a szökőkutak mellett. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy stúdiónk vendége volt, és hogy beszámolt nekünk mindarról, ami majd várhatóan itt Békés Csabán megvalósul, és aminek örülhetünk. Köszönjük szépen, hogy köszönöm a lehetőséget. A nézőknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, és természetesen a jövőben is igyekszünk önöknek mindig eljutatni a legfrissebb információkat a belvárost érintő beruházásról. Kövessenek tehát minket nyomon, figyelemmel. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak, további kellemes estét, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját az Orszay biztosította.